Régen az elejénk ugye a karácsonyi asztalról, a Szenteste asztaláról a morzsákat leszették. Nem volt szabad kidobni ezt a hagyományt, egyébként ma is nagyon sok család tartja, viszi tovább. Majd ezt eltették, és amikor az első barázdát megkezdték szántáskor, akkor ezeket a morzsákat beleszórták a jó termény reményében. Tehát a bőség, a biztonság, tehát ez nagyon fontos volt, hogy legyen termény a túlélés érdekében. Igaz az a mondás, hogy a jó pap holtig tanul. Én Borsod-Gömör megye határáról származom, és most vannak itt olyan tojások, amelyet életemben most látok először, hogy a mi vidékünkön fenn északon a szlovák határnál milyen típusú tojásokat festettek régen az emberek. Hogyha látjátok itt ezt az 1200 különböző típusú tojást, akkor azt is láthatja az ember, hogy milyen nagy munka van egy ilyennek az elkészítésében. És hogyha még abba is belegondol, hogy itt a tojásfestésnek a hagyománya az lényegében a legnagyobb keresztény ünnepünkhöz, a húsvéthoz kapcsolódik, Jézus Krisztus feltámadásához és az ahhoz való 40 napos böltöz a katolikusoknál és az egész egyházi liturgiához, akkor képet kaphat valamilyen szinten a régi magyar társadalomról, melynek most is vannak olyan művelői, akik ezt a hagyományt megőrzik a számunkra, és a hagyomány őrzés, a hagyomány átadás az nagyon-nagyon fontos dolog, ezt higgyétek el nekem, mert ez különböztet meg bennünket más nemzetektől, más népektől, akár még Magyarországon belül is, más-más népcsoportoknak a különböző stílusjegyeitől, akár beszédjétől is. Úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy ismét megtisztel bennünket, nem csak Covid alatt, ugye? Mert tavaly volt egy ilyen covidos kiállítás, de hát élőben minden jobb és minden igazibb, mint hogyha az ember csak videón vagy neten keresztül lát valamit. Ez a rengeteg tojás, a tojásból lesz a csoda című kiállításnak a részei, bizony nagyon megkökentő, amikor belépünk, és látjuk, hogy ennyiféle tojást lehet készíteni. Nekem 3 gyermekem van, ebből 2 kislány, úgyhogy mi minden évben festünk tojást, nem ilyen szépeket, de már gondolkodtunk azon, hogy bizony bele kell vetni magunkat, és át kell adnunk magunk felnőtteknek is, és a gyermekeknek is azokat a kultúrákat és hagyományokat, amelyekre nagyon büszkék lehetünk. Köszönjük az alkotó művésznek, Mészáros Józsefné Ilikének, hogy elhozta hozzánk ezeket a csodákat, és meg tudjuk őket nézni, sőt, még meg is tudjuk őket tanulni. Hagyomány még ez nálatok? Igen, még szoktunk. Milyen színűt? Hát, inkább rózsaszínt szoktunk. Csoki tojást, vagy a festett tojást szeretik inkább a fiúk? Hát inkább a festettet szeretik. Igen? Igen. Igen. Szoktak járni hozzátok locsolódni? Osztálytársak, rokonok? Rokonok. Igen. Hozzánk is rokonok szoktak, és nálunk is jobban szeretik a festettet, mert ezt mi csináljuk, és nem a boltba veszik. Ezt a tojás írás hagyományát én a Sóstói Múzeum faluba sajátítottam el, ott kezdtem, ugyanis nem elégedtem meg azzal, hogy berzseljek, hanem a szüleimnél ugye voltak írott tojások, és eltörtek sajnos, és én nagyon szerettem volna egy ugyanolyat. Aztán meghallottam, a faluban lehet kimenni, vittem egy nagy kosár tojást, és én ott elkezdtem írni. De hát ott ugye tulajdonképpen csak vonalak voltak, hogy osztókörözzem meg a tojást. Aztán volt egy rozmaringág, és volt 2 tulipán. Ennyi volt, amit mutattak. És én nem elégedtem meg még ezzel sem, hanem saját magam elkezdtem képezni könyvekből. Én jártam utána, igen, és... Ez már felnőtt korában volt, ugye? Hát igen, ez több mint 20 éve történt. Már gyerekkorában tanult ezt a berzseléses tojásdészítő technikát otthon, a családban? Igen, ez családi hagyomány volt anyai nagymama részéről, ugyanis 9 éves voltam, addig mindig csak egyszínű tojásokat festettünk az édesanyámmal, a nagymamámmal, a hugommal, és utána... Nagymamám ugye 9 éves voltam és csinálta, és én mondtam, hogy én is szeretném kipróbálni. Szeretnéd? Mondom, szeretném. És olyan jól sikerült. Tehát a tojásra ráfeszítjük jó szorosan harisnyával a növénykét, aztán beletesszük a festőlébe. Ha már gondolom, hogy jó befestettek, előképp kiveszem a festőléből, lehúzom a harisnyát, lemosom,
és leteszem száradni, és ennyi a berzselés. Tehát egy nagyon egyszerű munkafolyamat kell, csak jószorosan kell rászorítani a harisnyát. Kifújt tojásokra dolgozik? Igen, kifújt tojásokra dolgozom, ugyanis a megfőtt tojás egy idő után, jó pár évtized után szétrobban. Tehát már a gáz nem tud terjeszkedni, szétrobban, és kegyetlen szag lesz utána hónapokig. Jóval több tojásom van még otthon, még két dobozzal található, és itt csak 1200 darabot tudtunk sajnos kiállítani. Hogyan tárolja őket? Pincében, darabonként becsomagolva? Nedves helyen nem szabad, száraz helyen szabad tárolni, dobozokba, darabonként tojástartóval, tehát több doboznyi található. Az egyiptomi emberek szintúgy hittek az élet után, tehát a halál utáni életbe, és ott is találtak sírfeliratokon, újabban viszont már hallottam róla, hogy egész tojásokat találtak meg motívumokkal. Az olasz sírfeliratokon, ugye a terrakotta sírokon, viszont szintén találtak sírfeliratokon tojásokat, színezve, írva, hogy a túlvilági életben hisznek ők is, és az avarkori sírokban szintúgy találtak itthon Magyarországon, tehát nem kell elmennünk külföldre, itt is van, nagyon szép tojásaink vannak. Úgyhogy tehát az avarkori sírban találtak a nőt kezébe feketére karcolt, írott valamivel tojást. A törököktől mit tanultunk? A törököknél tulajdonképpen több szakaszra bomlott a mi hagyományunk. Tehát mindig, ahogy 150 év alatt itt voltak, folyamatosan jöttek, mentek, és így szétszakadtak az egyírott tojásunk, és innentől kezdve elkezdett savval mart tojásunk lenni, aztán az írott tojásoknak a mintája szintén tobzódott, tehát elkezdett még több lenni, úgyhogy az emberek írták a tojást, hogy fájdalmukat, bánatukat, örömöket fejezzék ki, és itt is igen, az 1200 darabos jelképkészleten szintén, amit szeretnék kifejezni, az minden rajta van. 1200 darabos jelképkészleten van, ami egyetemes, és mindenki ismeri a világon. Tehát tudják, hogy a szív az a szeretetet jelképezi, ha pont van benne a sokasság, az a bőség, tehát ezek adott dolgok, a kéz, hogyha én áldást adok valakinek, vagy szerencsét kívánok, a hold szintén az, hogy én, tehát vagy a csillag, vagy a nap, amit a természeti emberek megfigyeltek, láttak, azokat mindent rögzítették a tojásokra. Melyik a kedvence? Melyik technika, melyik szín? Nem igazán tudom megmondani, ezt nagyon sokan kérdezik, de persze a pirosat azt nagyon-nagyon szeretem. Hát a piros feketével az a magyar gyász színe, ugye, és ez egy karakteres szín, mert ugye a piros az élet, a fekete a halál, és a magyar virtus milyen, az örül is akkor is, mikor bánata van. A jövőben készülnek újabb tojások esztendőről esztendőre? Úgy gondolom, Edith, hogy szeretnék továbbra is festeni, de hogy most lesz-e még kiállításom? Hát, azt nem tudom, mert ez nagyon-nagyon nagy munkával jár, és igen, segítségem nélkül, a fiam nélkül nem is menne, aki 18 éves, gyakorlatilag vele tanultam meg az írást, ő kísér engem kicsi korától kezdve megtanulta, úgyhogy lesz jövő, remélem. Gyermekfoglalkozásokat, kézműves foglalkozásokat is szeretnénk tartani 4 alkalommal, de ez a honlapon rajta van, milyen időpontokra lehet regisztrálni az érdeklődőknek, amelyet Ilike fog személyesen tartani, illetve ez kiegészül egyháztörténeti előadásokkal is, hiszen a húsvétvárásra 3 egyház részéről, a zsidó, református és görögkatolikus egyház részéről kértünk fel lelkészeket, papokat, akik a húsvéttel kapcsolatos előadásokat fogják megtartani.